Még 2015-ben pályázott két település Tolna és Fad önkormányzata a kerékpárút építésére. A Ágnes Tolna polgármestere szerint már az alapkőletétel sincs messze. A kerékpározók az út jobb oldalán 10 km hosszan tudnak majd közlekedni Tolnáról Fadra és Domboriba. Most volt lehetőség arra, hogy pályázatot nyújtsunk be, ugye ez a területi operatív program kereteiben még 2015-ben nyújtottuk be a pályázatot, és hát most jutottunk el oda, hogy gyakorlatilag le fogjuk tenni napokon belül az alapkövet, és átadjuk a munkaterületet. Az előkészületek sokáig tartottak, mivel területvásárlásra is szükség volt, és az építkezés melletti föltulajdonosokkal is meg kellett egyezni az önkormányzatnak. A kerékpárút megépítésére 270 nap áll rendelkezésre, és a projekt közel 570 millió forintba kerül. Örömmel számolok be arról, hogy napokban alá fogom érni a kivitelezővel a a szerződést. Már döntöttünk arról, hogy a többletköltségeket egyelőre mi vállaljuk, tehát a két település önkormányzata, de többlettámogatási igényt fogunk a minisztériumhoz benyújtani. A most megépülő kerékpárút a projekt első eleme. A Peszhoffer Ágnes azt is mondta, hogy a jövőben egy hasonló útszakaszt szeretnének Szexárd és Tolna között is megvalósítani.